A demokrácia erősítése az egyik leggyakoribb elvárás, ami elhangzik a Kapitólium elleni támadás évfordulóján az Egyesült Államokban. Az amerikai törvényhozásnak is otthont adó épületet 2021. január 6-án támadták meg azok, akik nem fogadták el a republikánus Donald Trump feleségét az elnök választáson. A jelenlegi elnököt, a demokrata Joe Bident sokan emlékeztetik a közösségi oldalakon, hogy bőven van mit tenni a demokratikus értékek védelméért. A támadás óta eltelt évben két vizsgálatsorozat zajlik a felelősök ügyében. A demokraták által vezetett kongresszusi vizsgálóbizottság és hatósági bűnügyi nyomozás vizsgálja az erőszakos cselekményeket. Az ügyészség türelmet kér, amíg zajlanak az eljárások. Merrick Garland főügyész elmondta, hogy a Kapitóliumot ért tavalyi támadással összefüggésben 725 gyanúsítottat tartóztattak le, nem csak a helyszín régiójában, hanem az USA majdnem minden államában. Az eljárásokat politikai hovatartozástól függetlenül a jogi keretek között folytatják. Ugyanazok a szabályok érvényesek mindenkire. Az igazságszolgáltatás előtt nincsenek barátok vagy ellenségek, magyarázta az amerikai főügyész. Az évfordulón Joe Biden kerüli, hogy megszólalásaiban direkt említse Donald Trump nevét. Az előző elnök ellen még tart a vizsgálat, aminek azt kell feltárnia, hogy bátorította-e, vagy akár esetleg koordinálta-e a Kapitólium elleni támadáshoz vezető erőszakot Donald Trump.